Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Az elmúlt napokban megjelent ez a, hát, a játék, idol játék a képernyő alján, és úgy gondoltam, ha valakinek, akkor nekem ez egy hozzámérő dolog. Ebben a játékban lehet növényeket ültetni, láthatod, ahogy Rusty öntöz, táplálja és betakarítja a termést, ami akár lehet sárgarépa, majd idővel paradicsom. Bioüzemanyagot kell előállítanunk, ami robot hajtóanyag, ezt az üzemanyagot el lehet adni, és a pénzedért farmot lehet bővíteni. Lehet automatizálni az ültetést, az öntözést és a betakarítást. És most ezt együtt veletek fogjuk itt művelni, legalábbis a Twitch nézőkkel biztosan, mert van egy fajta Twitch integráció, aminek egyébként itt vannak a beállításai, azt mondja, hogy azt mondjuk ott benyomjuk. Itt a dokumentáció, szóval, hogyha valaki részt akar venni, akkor ide kell jönni, hogy commands, és akkor itt láthatja, hogy a join parancsal, meg a leave-vel, meg a plant-tel, meg a nem tudom mikkel lehet itt majd tevékenykedni. Illetve aki feliratkozó, annak még felkiáltója gold parancsa is van. Szóval, hogy itt be tudod állítani, hogy éppen mit csinálj te a farmon. Majd mindjárt, amikor belevágunk ebbe az egészbe. Na nézzük. Fura pattogó hangok voltak egyébként a zenébe, az nyugi, nem nálatok van a gond, hanem így nem tudom milyen a játék zenéje. Zavaró egy kicsit. Szóval majd lehet, hogy kikapcsoljuk egy idő után. Itt ez nem a háttérképemnek az adata, hanem ez így a játék, hogy így miből mennyit használ. Na nézzük. Open range. Aha, hát ahogy látom, csak ezen tudunk kezdeni. Van olyan layout is, ami a képernyő jobb oldalára megy. Hát akkor maradunk alul. Na nézzük. Elvileg, bár én nem láttam sehol. Szóval ezt kell így nyomkodni. És akkor ez így csinálja a pénzt. És most már van 410 pénzem. Hogyha nem látjátok amúgy ezeket annyira, akkor átállítom a fontot. És akkor nem ilyen pixeles lesz a dolog, és talán jobban lehet látni az egészet. Van valamiből 8. Ott van Rusty. Aha. És akkor így oda tesszük, és akkor ő meg intézi. Ott van locsol. Na hát akkor ültetünk káposztát. Az a legdurvább. Nem tudom egyébként, hogy az elérhető slotok azok így hol látszódnak. Tehát, hogy így mikor jön el a pillanat, hogy ti is részt tudjatok venni. Nézzük csak. Ja, ott írja, hogy 50 slot van. Ja, mert hogy annyi van beállítva. Tehát most 50-en tudtok csatlakozni. Tessék. Most már elvileg konnektálva van a rendszer. Na, és akkor ott locsolja. Mi melyek közben csináljuk a pénzt? Hogy lett 1400 pénzem? Na, Kevin már itt van. Ott van, ő az. Meg Morwolf is ott van. Közben megnyitom magam mellett a kis puskát. Hogy mégis mi az, amit tudtok csinálni. Oda néz. Kevin meg Morwolf oda ment locsolni. Segítetek Rustynak. Hát nice. Ez már elköteleződés. Mikó is ott van. Majd később tudtok egy csomó mindent csinálni, de hát még jelenleg ugye az elején vagyunk. Tehát majd tudtok állatokat etetni, begyűjteni állatkaksit, hogy ugye ne legyen ott, trágyázni, akár leülni, tehát le is tudtok ülni, hogyha nektek az is elég amúgy. Hát most nagy várakozás van. Azt nézem, hogy
Itt mit lehetne csinálni? Crop patch. Az 3x3-as, az 4x4-es. Plant pot. Na várjunk csak, bővítsük csak itt az egészet. Házat is lehet venni. Haiku segít locsolni, igen. Meg itt van szonetta is. Van itt kút is. Ha, hát nem tudom. Csináljunk egy ilyet. Megcsináljunk még, mert van még pénz. Azt nézzétek. Megy ott Rusty. Van fekete build is? Nice. Na hát akkor tudtok segíteni az építkezésbe. Morwolf már megy is ott építeni. Na egyébként pedig... köszi szépen egyébként a Morwolf a fél éves támogatásodat. Újra étköztünk. Peregjenek a szvegek, srácok. És hát gratulál az újabb badge-ethez. Oda néz. Meg is lett építve. Morwolf meg a másikat építi. Úgy néz ki, hogy egy építésben csak egy ember tud részt venni. Na nézzük csak. Mi ez a gomb? Ja, hogy meg lehet nézni, hogy mi micsoda. Hát, én elültetem. Ja, hogy... aha. Tehát azt oda valahogy be lehet állítani? Nem tudom. Az ott nem tudom, mi lehet. Azokat nem tudom, mik lehetnek. Minden esetre én elültetem ezeket. Ha te joinodat fullosan ignorált a jog, aztán nem szeret. Vagy pont egyszerre írtátok be Morwolfa, nem tudom, mi lehetett. Na nézzük, mi az, amit még lehet itt építeni. Lent ott. Hát olyat nem akarunk. Lehetne egy egyeset is, de hát itt izét. Biofuel. Aha. 3 different cropot átalakít biofuel-lá. Hát ugye nekünk egyelőre még csak a búza van ott, ahogy látom. Morwolf keni neki rendesen azért ott az építkezést. Biofuel bot. Storage unit. Na hát akkor mehet az újabb ültetgetés. Ahogy látom, majd kell egy ilyen workshop itt, meg valami sonnet shop. Jó. Ahogy látom, kell retek is, mert csak úgy oldódik fel itt ez a valami. Úgyhogy mehet a retek. Aha, mikor elkezdett harvestelni. Nagyon jó. Ja, azt hittem, hogy jó csinálja, de nem jó csinálja, hanem Rusty. Na vajon Morwolf mit ültet? Nem figyeltem. 6000 pénzért tudunk majd itt bővülni. Szevakizó, szevasztok srácok. Aha, Morwolf neki indult locsolni. A bal oldalt azt teljesen be kell majd locsolni. Úgyhogy ahogy látom, most ilyen locsolási feladatok várnak ránk. Amúgy valószínűleg azt kéne csinálni, hogy búza, retek, káposzta. És akkor abból mehet a biofuel. Én addig közben csinálom a pénzt.
izét. Amúgy ilyen autoklikkert kéne használni ezeknél a játékoknál. Szép jó reggelt, üdv mindenkinek, srácok. Az ott mi lehet? 8 biofuelunk már van? Aha, már van 8 biofuelunk. 2000 ér lesz majd a... Mondjuk 1000 ér már lehetne Haiku House-unk. Szóval meg kéne nézni, hogy magától jön majd a pénz. Zsiványi, nagyon szépen köszönöm a 48 hónapot. Köszi szépen a 4 év támogatásodat. Gratulál az újabb badge-ethez. Eregjenek, srácok, a szövegek. Oda néz, megjelent egy szveg. Konkrétan megjelent egy szveg a játékon belül. Sonet shopja kell majd nekünk. Ott van a konvertálás. Csináltuk a pénzt. Aha, most már lehet locsolni újra. Te káposztázol? Nyomod. Olyan, mint hogyha passzívan jött volna pénz. Mennyi káposztánk lesz. Először Anthology csatlakoznod kell, szóval aki részt akar venni, az annak a felkiáltál joint kell beírnia, még van 46 hely, és akkor utána a kitűzött üzenetben van egy ilyen parancslista, hogy miket lehet csinálni. Most éppen ahogy látom, lehet locsolni, mert ugye eltűnt a nedvesség ott, és akkor így tudtok segíteni. Legalábbis gondolom, hogy azokat még ott locsolni kéne. Meg már lassan lesz káposztam. Ó, nem csak, hogy a karakternek a kinézete változik meg, hanem a karakter színe is megváltozik. Azzal, hogy színt váltottatok. De amúgy volt egy olyan, hogy fókuszmód. Duplázza a produkciós akármit. Ó! Oh! Na! Na, tessék. Jó van, most már egy kicsit jobban látjuk a dolgokat. Köszi szépen, srácok, a pergetést. Mindjárt meg lesz az 1000 pénz. Jó, látom, valaki ültetett? De hogyha valaki odaültetett volna a káposztát. Na ott lesznek majd az állatok. Állatok 10.000 pénznél lesz. 10.000 pénznél lesz állat. Jó. Akkor az a helyzet, hogy itt még bővülnünk kell. Úgyhogy aki akar segíteni, jöhet építkezni. Nem tudom, hogy néha miért nem veszi be a join parancsot, pedig konnektálva. Subscriber only. Na, tessék.
Akkor úgy néz ki, JokoSense, hogy ez volt itt a gond, de most már kinyomtam. Most már jó lesz. Mondom, az nem lehet, hogy Greens parancsát se veszi be. Na, még kell nekünk pénz. Igen, valójában ki akartalak közösíteni JokoSense-el. Nem, subscriber only, bárki tud jönni. Csak úgy van, hogy egy épület felépítésében csak egy ember tud részt venni, és ott most pont Rászti dolgozik, meg Morwolf. De locsolni azt, ahogy látom, még lehet. Na, megy az első retek, Kevin viszi az első retket. Igen. Legalábbis gondolom, hogy oda retekkel majd. Még Mikó behozza azt a retket, és akkor lesz még itt valami. Tessék. Állókoltunk egy új kropot, ami nem más, mint a leak. Ez mi lehet a leak? Work, medvehagyma? Na, akkor az lesz majd. Pórihagyma, aha. Na, várjátok, az ott egy üres hely. Na, már megy is az ültetés. Tessék. Ott az lesz, és akkor mehet majd a locsolás. Azt nem vágom, hogy most oda vajon mit vár a játék. Hogy így mikor lesz biofuelunk vajon. Lehet nyitogatni az ajtót. Az a helyzet, szerintem Morwolf sokkal gyorsabban felhúzta ezt az épületet, mint Rusty. Sokkal jobbak vagytok ti, mint az alapkarakter a játékban. Na, megjelent Demon is. Már 8-an vagytok, srácok. Már 8-an vagytok. Na, nézzük, mi az, ami még itt kell. Még kell retek. Na, várjátok, nem tetszik az a káposzta ott. Sorry. Illetve... Ne haragudjatok. De azt is ott kicseréljük búzára. Mert itt majd kevés lesz a búza. Hoppá! Ott már valaki nagyba ültediget. Ami nem baj. Azt meghagyom nektek, mit szóltok. Semmi gond, Morwolf. Az most már ott a tiétek. Konkrétan a pénzemet költik. A nézőim a pénzemet költik. Hát ez elképesztő. Hopp, ott valaki nyomott egy felkelt biofuelt. Át is alakította. Nagyon jó volt. Na, figyeljetek. Azt mondja, hogy átalakítunk 5-öt, ez 50 pénz.
Na, még egy csomó locsolás kell majd. Aha, Horizon Walker ott nyomja az átalakítást. Na, szépen beszélj, vagy leülünk és nem dolgozunk. Az hagyján. Tehát, hogy csináljátok itt a dolgokat, költitek a pénzt, és még nem is akartok dolgozni. Mikor lehet építeni? Hát majd, ha leteszem itt az épületet. Szerintem akkor. Legyen még, nincs pénz. Csinálni kell a pénzt. Én itt klikkelgetek egy kicsit. Miért esik ki vajon onnan a ízéretek? Nagyon jó. Na, azt mondja, hogy ezernél lesz majd a house, ő akkor segít, és 2000-nél lesz majd a shop. Tehát 2000 pénzt össze kell hozni, meg 100 biofuelt. Jesus! Na várjátok, akkor kell biofuel konverter is. Aha, meg itt van, hogy biofuel bot. Kropokat visz biofuel konvertálni. Uh-huh. Van harvest bot is. Megnézem, hogy mit tudunk kezdeni, hogy még több pénzem legyen, de ne tegyem tönkre az ezegeremet a sok klikkeléssel. Na nézzük. Ki akar, közben tud csatlakozni. Ah, megvan. Ide rakjuk, és akkor már is intézem, srácok. Egy pillanatra eltűntök. Na. Tessék. Már megy is, srácok. Csináljuk a pénzt. Jöveti Diablónél meg kell tartani az egér épséget? Igen. Szávásom van, sziasztok srácok. Mondjuk azt meg kéne néznem, hogy ki lehet-e kapcsolni a hangját a klikkelésnek. Audio. Aha, hát akkor mindegy. Júj! Van olyan parancs is, hogy cry, komolyan.
sound effektet vegyük le. Jó. Mondjuk maradhat, ne legyen olyan hangos. Ezerszer megpörgettük a kogot. Ott egy aranyszeg. Ó, most látom egyébként, hogy... Itt közben random ültetések történtek, nem baj. Ez legalább annyira jó, mint egy kriptokaszinó, igen? Pörög a kerék ezerrel, csináljátok a biofuelt, nagyon jó. Nekünk igazából ilyen biofuel átalakító kéne. Erre az a helyzet, hogy Horizon Walker ott egyedül csinálja a dolgot, és még kéne. Még így is amúgy, hogy be van nyomva az autoklikker, még így is olyan lassan jön a pénz. Ja, hogy többen is tudjátok csinálni a biofuelost. Aha! Legalábbis Soma is most odaállt. Ezt lehet látni, hogy a növényekből mennyi van? Aha, most már lehetne ilyen új növény. Lehetne répánk. Csináljunk amúgy még egy ültető helyet, ahova, amit telirakunk répával? Mit mondtok? Azt hiszem, amúgy az kéne. Az kéne. Na és akkor valaki épített, a gondoljátok. Mielőtt még Rászti benyúlja a feladatot. Hopp! Kevin már rá is csapott. Aha, most már hárman vagytok ott a biofuelosnál. Egyébként, ha tele van a biofuel, akkor van még hasznot állni? Hát ugye az van, hogy ugye oda raktátok a három növényt, amiből éppen alakítotok át, és hát nem tudom amúgy, most éppen csak úgy ott vagytok, szóval a gép az úgy most csinálja a dolgot, de például amikor megtelik, akkor már is mentek gondolom gyűjteni a dolgot, hogy látod, Rusty, Horizon Walker meg Bence oda vitte az alapot, és akkor már így megy a gép. Szóval most így kvázi ezzel megvagytok. Nagyon jól csinálod, ja, jó, nagyon jó a locsolás. Azt nézem, hogy annyi retek van ültetve, hogy így... Ez így hogy? Szeva Krisz. Mindjárt itt beleszólunk. Hoppá! Csak mondom amúgy, hogy már ilyen is lehetne, úgyhogy ültetünk, ez nem tudom mi. De oda beraktam. Celery. Mi a fene az a celery? Na, mehet is akkor répa. Oda mit is raktam? Arra már nem emlékszem. Azt mondtam, az a tiétek. Celery Zeller. Á. Na most ott jobb oldalon majd kell egy kis locsolás, úgyhogy a répa az így majd megnőjön.
Aki akar csatlakozni, a Twitch-en most lehet a felkelt el join parancsal, a kitűzött üzenetbe pedig meg tudjátok nézni, hogy melyik parancsal éppen mit tudtok csinálni. Én azt mondom, hogy következő projekt, amiben így most részt fogunk venni, az szerintem a Biofuel Converter lesz. A Biofuelunk az már lassan meg lesz egyébként hozzá. Aha, szóval majd benchet is kell csinálni, hogyha le akartok egyáltalán ülni. Úgyhogy az 700 pénz, 700 pénz, 45 biofuel, és akkor lesz ilyen konvertálónk. Le fogtok ülni? Jó. Helyes. Néha az is kell. Szerintem, ameddig nincsen ízi, addig nem tudtok leülni. Ja, csak benchre tudtok leülni. Addig nem működik. Jobb oldalon már lassan végeztek a locsolással, bal oldalon is majd kell még locsolás. Zsombor, köszi szépen a 15 hónapot. Köszi szépen a támogatásod. Ja, a fűre nem lehet leülni. Na, készüljetek. Jön, Biofuel Converter. Aki akar, építhet. 670 lesz. A Greens már be is húzta az építést. Ő már előre lefoglalta. Peregjenek srácok a szegek zsombornak. Üdv mindenkinek közben. Sziasztok. Így van, ez az én kertem. De ti vagytok a munkások, és az én pénzemből ültettek. Mondjuk ti is csináljátok a pénzemet. Meg közben csináljátok a bioüzemanyagot. A bioüzemanyag meg majd kell a izéhez. A robotokhoz. Ma van a töri érettségi? Ja, szóval aki akar csatlakozni, felkelhető el join a Twitch chaten. 9-en már bent vagytok, és itt végzitek a feladatokat. Jöjjenek még munkások, mert kevés kéz van. Ja, most, hogy így már 6... Föld van, most már így, hát igen, van teendő. Már egy órája nyomjuk a játékot. Az nem is lehet. Valamit rosszul mér. Na. Kicsit többen lettünk, 14-en már bent vagytok. 15-en? A kitűzött üzenetben meg tudjátok nézni, hogy milyen parancsok vannak. Jelenleg annyit tudtok csinálni, hogy ültetni tudtok, locsolni, begyűjteni és a biofuel-lal foglalkozni. Megépíteni is tudtok, de most ugye még nem építünk semmit. Kecskét és kutyust akarok simogatni? Hát az még odébb van.
ahhoz még több biofuel kell, még több pénz kell. Nézzük meg amúgy, hogy van-e esetleg valami új. Aha, na srácok, répa kell. Répa kell, az ott nem tudom mi. Az ott a répa, jó, az még mindig ott a répa. Na, ha répa lesz, akkor tudom majd valami új cuccot csinálni. Itt van, hogy az amúgy mennyi pénzt hoz. Mondjuk az, nem vágom, háromszor lehet leszedni a káposztát, ez azt jelenti? Itt van, hogy miből mennyi biofuel lesz, gondolom én. Na hát akkor én úgy látom amúgy, hogy mondjuk az, aki, ja, hogy 6-szor kell locsolni. Jó, amúgy Zeller lesz. Zeller az lesz az, ami így, nem tudom, hogy lehet-e kijelölni, hogy mi a prió. Mi a prió, amit így ültetni kell. Lehet, hogy ahhoz mondjuk kell egy ilyen harvest bot. Nézzük meg a harvest botot. Letesszük ide, megnézzük. Na, hogy látom, hogy Csoma elkezdett valamit simogatni a boton. Ó, közben már 17-en. Ó, a számokat is lehet itt nyomkodni. Szóval már közben 17-en vagyunk. Ja, te építed. Pedig úgy néz ki, mint hogyha simogatnád. Ja, úgyhogy répát fogunk ültetni nagyba. Az így nagyon megérős. Úgyhogy... kezem... Ja nem, az Zellert mondtam. Valahol felszabadul egy üres hely, már nyomom is oda a Zellert. Aha, biofuelhoz elég a három ember. A két-három ember. Nagyon jó. Azt látjuk, hogy ki mit csinál, hova kell ember, vagy csak ránézésre. Hát látod. Látszódik. Látszódik, hogy locsolni kell. A gyűjtésnél pedig szintén látszódik, hogy mi az, amit már ugye ki lehet húzni. Én nem vágom most így. De a locsolás az egy olyan feladat, hogy az mindig kell. Meg most egyet csináltunk harvest botot, szóval harvestelni is valószínűleg már kevésbé kell. Rót nyomja a kis robot. Gold csak annak van, aki feliratkozó. Ha jól tudom, így állította be a fejlesztő. Ja, mondjuk arra is kéne figyelni, hogy ne csak Zellertől ültessek, hanem Zeller és répa. Mert háromnak a kombinációjából készül a biofuel. Van-e ablak, ami összeszedi, hogy mit kéne csinálni? Aha, nézzétek, csak itt lehet priorizálni, hogy mit csináljon. Rusty. Meg akkor majd... A HIQ-t is lehet majd. Hát én nem látok ilyesmit. Leek, carrot és celery kell nekünk. Kegíró, köszi szépen a 17 hónapot. Köszi a támogatásodat.
Köszi, köszi. Azt mondjuk nem tudom, tehát hogy azt írja a plantnél, hogy random or based on sign. Na de a sign-t azt hol lehet beállítani? Vagy hogyan lehet ilyen sign-unk? Keressük meg. Based on sign, tehát valami tábla kell. Ja, lehet, hogy majd a szonetnál lehet ilyet csinálni. Ja, nézzétek csak. Ja, az kell majd. Meg fog telni a magtár, ezt honnan látod? Szeval idedi, ez a játékhoz nagyító kell, pedig hát most van amúgy valami ilyesmi lenne a normál méret. Én felnagyítottam nektek. Szerintem a raktár végtelen. Aki akar csatlakozni tud, jól jön mindig a szorgos locsolókéz. Na, ott már 6 biofuel csináltatok, csak mondom. Az azért nagyon jó. Igen, szépen dolgozik a robot porszívó is. Most a 2000 pénzt kellene elérni. A 2000 pénz kell nekünk. Legalábbis szerintem. Ha bezárom a Twitch-et, már nem farmolatok? Hát, szerintem addig nem írod, hogy felkiáltva el leave, addig bent vagy a farmom. Aha, a robot eszi a biofuelt, most látom. Mindig is ilyet akartam, alszok és közben dolgozok. Jó kis izé, idle game. Ó, most látom, már 19-en vagyunk. Gyertek még nyugodtan. Na, lassan, ahogy látom, a Zeller-ből ott lesz még betakarítva. Én az első Zeller. Amúgy 109 biofuelunk van. A játéktér majd növekedni, azért bélyeg méretű most még. És csak. Tehát ekkora még biztos lesz. Csak a mellettünk levő placokat 6000-ért lehet megvenni. Na jó, amúgy klikkelünk addig. Ó, már 20-an vagyunk. Megpróbálom közben csinálni a pénzt. Nekem mi a teendőm? Nem volt világos az útmutató. Sorry. Ugye az a kis parancslista az így azt mondhatja, hogy miket lehet csinálni. De hogy miket kell úgymond csinálnotok, az onnan derül ki, hogy ha például ott nem látod, hogy nedves lenne, akkor ha nagyon sok helyen látod, hogy nem nedves a föld, akkor locsolni kell, azaz felkiáltó el water. Hogyha esetleg ültetni kéne, azt még nem kell, mert random ültettek, és random pedig ültettek akár búzát is, ami nem annyira jó. De tudnátok olyat is, meg be is íratjátok, hogyha szeretnétek, de fölösleges.
hogyha azt akarjátok, hogy virágozzon a birodalom. Illetve van a felkiáltójel Biofuel, amivel oda mentek és teszitek be a raktárból a dolgokat. Aztán van olyan is, hogy tudtok majd bogyókat szedni, de még nem tartunk ott a játékba. Tudjátok etetni az állatokat, de még ott se tartunk a játékba. Az állatok ürülékét is el tudjátok takarítani. Le lehet majd ülni, de még olyan sincsen. Úgyhogy én egyelőre, ugye a Biofuel 3 összetevőből készül. Most már például kukoricánk is lehetne. Zeller, tehát a három legjobbból fogjuk csinálni nyilván. Ezeknek a... amíg termő nem lesz, ott írja, hogy az 3 perc nagyjából. Na jó, annyit fogunk most csinálni, hogy átalakítunk egy kis pénzt, hogy építhessetek ilyet. Na és akkor... És akkor oda majd megy a kukorica. Meg figyelem majd, hogy hol szabadul fel hely. És ugye, ha mondjuk én elöltetek répát, az a répa, most lett így leszedve először, azt még 3-szor le lehet szedni. És a biofuel értéke 3. 6-szor kell locsolni például. De most a kukoricára nagyon rá leszek állva. Szint is tudtak váltani, ugye a feliratkozók alapból aranyszínbe jönnek be. De van még sok szín. Üdvüd mindenkinek, srácok! Meg ott van egy kis robot, aki eszi a biofuelt, de nyomja a harvestet is. Bár azt amúgy pont rossz helyre építettem, de hát első robot. Miért nem építesz? Azért, mert csak egy ember tud építeni egy dolgot egyszerre. Azt kell majd, hogy eladjuk azokat, amiket ugye nem használunk. Igazából ahhoz, hogy meglegyen a... Mit mondtam? 2000 kell. Vagy legyen a Haiku House? Legyen a Haiku House. Haladjunk sorba, mi? Na, eltüntetem közben. De őket lehet, már mint hogy kiket? Az állatokat? De én nem látom. Etetni lehet. Na most, gyorsan. Elvettem tőle. Valaki ott besunyult valamit, azt ott kiszedem. Bárki is tett oda bármit, azt én ott most kiszedtem. Ez hihetetlen. Rögtön rá vagytok állva, hogy oda valamit ültessetek. De akkor is, ott kukorica lesz. Ott pedig répa. Majd lesznek jelölések nyilván később, de most így kézzel intézem a dolgokat. Ja, igen, klikkelgetések. 1000 pénz kell, és akkor az 1000 pénz az nagyon jó, mert akkor jöhet a valakinek itt a háza. Kíváncsi leszek majd a kukoricára, hogy az milyen. Na. Haiku House.
Azt mondjuk ide rakjuk. Hopp, jött volna egy achievement, de megakadt fél úton. Na nézzük, nem épít senki. Én úgy látom, Greens, hogy te eltűntél közben. Nem tudom amúgy, hogy mi alapján tűnik el valaki, vagy éppen nem. Meddig maradsz tétlen? Nem tudom. Én úgy vettem észre, hogy eltűntök egy idő után. Ja, ott van Greens, ott pihen. Én nem látlak ti... Vagy bent vagy, Bence? Hát nem tudom, nem látlak bent. De lehet, hogy bent vagy, de nem épít senki, az biztos. Azt ott fel kéne húzni, srácok. Ha valaki építene, az jó lenne. Vagy lekapcsolódott itt a... Izé? Nem, fel van kapcsolva. Ja, közben már Rusty befoglalta magának, mert senki nem épített. Majd ha nem órabér lesz, akkor valakinek kiáll. Na nézzük. Mehet a répa. Beírtam, de meg sem mozdott. Lehet már azért volt, mert ugye kinézte magának Rusty, hogy azt ő már akarja csinálni. Azt mondja, hogy biofuel az erő, locsolás, biofuel, harvest, és akkor a build az mindig a tiétek lesz, jó? Na, kell még Zeller a valamihez. Ott van Connor. Már locsol is Connor. Ez melyik WoW mod? Ez egy WoW minigame. Ahogy látom egyébként azzal, hogy fölvesztek egy növényt, azzal még pénzt is kapok, tehát ez nagyon megérős. Most amúgy az van, hogy még kellene hely, ahova ültethetünk. Lassan lehet majd a kukoricát szedni. Na nézzük csak. 8-90? Átalakítjuk az összes biofuelt. Nagyon jól csinálod, Morwolf, a locsolásokat. Aha! Azt, igen, kicsi Gessi, ő már itt mióta várt, hogy építessen. Az komoly. Meg is nézzük. Mióta várja, hogy építsen. Konkrétan 8 perce arra vár, hogy építsen. A pók az ott van, ebbe a range-be gyűjtöget. Csak egy ember tud építeni egy dolgot. Na, mehet még egy kis zelleres.
nagyon jól művelitek, srácok, a földeket. Aki még akar csatlakozni, felkiáltva el join a Twitch chaten, és a kitűzött üzenetben pedig ott vannak a parancsok. Ha pedig nem világos, hogy miket kell vagy lehet csinálni, nyugodtan kérdezzem. Hát még nem okos, hogy mit kell ültetni, de hát majd intézzük azt is. Nagyon lassan halad, Rusty. Nézem közben, hogy itt mit lehetne csinálni. Semmit, várni lehet. Mondjuk egy padot csinálunk, mit szóltok? Nem mondjátok, hogy nincs pad. Locsolóbot! Na tessék. A locsoló botot pedig így kell tenni. Na. Csinálunk egy olyat. Az 675. Csinálunk majd egy olyat ide. Hova kellene fókuszálni? Jelenleg locsolok. Szerintem nagyon jó, hogyha locsoltak. Az nagyon fontos feladat. Na. Már ültettem is egy kis letucsit. Mi ez a letucce, srácok? Én segítek a locsolásba, srácok. Ha még a bot is locsol, az azt jelenti, hogy nagyon jó nekünk. Csalálta. Aha. Köszi. Letucsi. Hát így tudom, én nem vágom ezeket. Ja, a káposzta az itt van, azt már csináljuk. Még jó sok minden van itt lezárva. Répa kell, még meg kukorica. De lassan jön a pénz. Veszler befoglalta, azt nézzétek. Majd azt akarom megfigyelni, hogy hol lehet a locsolóbot. Most így nem látom. Nem látom, hogy hol lehet a locsolóbot. Jó, ott van. Majd lehet rágyázni is, de szerintem még nem tartunk ott. Aha, egy. Kettő. Három. Négy. Négyet tud locsolni a locsolóbot. Nice.
A te karaktered folyamatosan alszik? Hát már olyan feladatokat választottál ki, amit most nem tudsz végezni. Nézzük csak. Utolsó feladat, build. Ja, hát nem kell építeni. Úgyhogy azért alszik. Na kíváncsi vagyok, mit ültettek oda? Ahogy látom, tippen ültetett valamit oda. Ja, a locsolás az egy nagyon jó elfoglaltság, tehát hogyha valaki akar segíteni, felkeltel join, felkeltel voter, és locsolja itt a terményeket. A biofuel meg a locsolás az így nagyon jó. Na, 8 biofuelt csináltunk. Kíváncsi vagyok, hogy mit ültettek, úgyhogy én nem fogok. Na! Srácok, megjött Józsi. Te is locsolsz először. Biofuelolsz. Harvestelsz. Move és build. Jó. Megjött Haiku. Hopp! Hagyma. Ne haragudjatok, hagymát, azt leraktam. Sorry. Na. Szóval, mit akartam itt nézni? Segít locsolni. Harvest. Ja, meg ott lett egy pad, amit Asbest ki is használt rögtön. Sonnet shopja dekorációkat ad nekünk. És ugye a Sonnet shopjába lehet venni szájnokat, hogy ugye mi az, amit ültetni kell. Mit, hova kell ültetni. Úgyhogy azt már várom. 10 pénzért lehet megmondani, hogy mit ültessetek és hova, és attól nagyon-nagyon szép lesz. Szerintem. Igen, több hely is van ültetni, azt most így meghagyom nektek. Kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ültet random nektek a... játék. A kukoricát viszitek, az ott egy nagyon fullos dolog lesz majd. Üdv mindenkinek közben, srácok. Vajon megy a Steam Overlay? Megy, hogy ne menne. Na nézzük. Azt mondja, hogy ez itt nem kell. Ezer biofuelt csinálni, 10 kropot feloldani. Wow. Hát van itt meló rendesen, srácok. Szeva Neomer. Na nézzük, mi az, amit ültettetek. Mi az, amit... Radish. Na jó. Cabbage. Na jó. Sorry, zsombor. Elveszem a munkádat. De olyan növényeket ültetsz, amik már nem kellenek. Elvettem a munkát. Vajon a kút mennyi helyet foglal? Nem is tudom, hogy hol van. Valahol láttam. A
Az komoly. Majd ott az új helyen lesz kút. Alapítsunk szövetkezetet. Az a helyzet, aki kimondja azt a szót, hogy szakszervezet, azt már ki is pöckölöm innen. Úgy hallottam, hogy ezt így kell. Ajaj, fogyatkozik a népség, srácok, már csak 16-an vagyunk. Már csak 16-an. Az előbb még 20 akárányan voltunk. És 50 hely van. Aki tud, nyugodtan csatlakozzon. Locsolni mindig jöttek. Biofuelt alakítani szintén. Gyűjtögetni is. Még nem veszik el a robotok a munkátokat. Még tudtok segíteni. Mi az elfogyás oka? Hát, ha sokáig inaktívak vagytok szerintem. Ja, szerintem valami olyasmi van, mint a kutyusoknál, aha. De nem írnak itt amúgy ilyenről. Jó, ott van. Inactivity timer 15 perc. Akkor mégis van. Az én utolsó parancsom felkiáltja el Sith. A Snake Man is megjelent. Szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek! High quality biofuel gyártásba vagyunk. Lehetne majd itt bogyókat csinálni, meg méhek is lehetnének majd. Gondolom ez chat inaktivitása vonatkozik, mert én már nem írtam parancsot több mint fél óra, és végén megy a locsolgatás. Szerintem chat inaktivitásra. Igen, igen. Köszi szépen, Snake Man. Oda menje még? Hát, az a helyzet, hogy fokhagymát ültetünk, vagy mi az? Na, sima hagymát, vörös hagymát. Na, amúgy én még arra gondoltam, hogy felhúzunk itt egy ilyet. És bővítünk plant pottal, mondjuk a 175. És mennyibe kerül el a locsoló robot? 140 pénz, tessék. És akkor ide még oda megy egy gyűjtögető robot is, az... Ja, az biofuel bot, na az biztos, hogy nem kell. Az 260. Na, tessék. Tudom, mehetnek gondolat, de mehetne ez egy darabig a kutyák helyett ebédidő alatt. Amúgy mehet. Mehet.
Üdvüd mindenkinek, srácok! Lentelni nem nagyon kell. Fertilizolni meg nem nagyon tudtok még. Betakarítás a váró növények mennyiségét én lát. Igen, itt van. Ja, van mit, van mit. Következőnél... Következőhöz kell még kukorica, meg kell még... Mit is mondtatok? Mi ez? Elfelejtettem. Azt mondja, hogy... saláta. Saláta. Van-e valami statisztika, hogy ki mennyit dolgozik? Nincs. Nincs. Na, mehet újra. Sutty! Egy kis hagyma. Oda meg mehet egy kis... Hát egy kis kukorica, tessék. Hopp! Ott felszabadult egy csomó hely. Nincs olyan parancsos sleep. Meg tudjátok nézni egyébként a kitűzött üzenetben, hogy milyen parancsok vannak. Hát ez egy 6-os minőségű biofuel volt, ez nem a legjobb. Arra kéne rájönni, hogy ezeket hogyan lehetne eltüntetni. Ezeket a kicsiket már ebből ne csinálják. Tehát hogy ez most ott egy fullos pazarlás. Minek csinálják káposztából a biofuelt, amikor lehetne jobbból. Lehetne ott kukorica. Meg zeller. Nem lehet beállítani valahol? Hát nem tudom. Nem nagyon láttam még ilyen beállítást. Lehet, hogy majd lehet, de ugye még nem tartunk ott. Biofuel-ra még szerintem jöhet egy vagy két ember. Na most egyedül Soma hordja ott a dolgokat. Épületre nem tudok rábökni? Nem, ez egy idol játék. Azt mondja, hogy mehet még egy kis ilyen, ami saláta. Elfogytak a helyek? Hogy hova lehet építeni? Az... Hát még lehetne amúgy oda. Oda még lehetne építeni. A map méret nő, de 6000-ért tudok bővíteni.
Úgyhogy az még odébb van. Az még odébb van. Na jó, csináljuk addig a pénzt. Azt nézem, hogy nagyon szépen nedvesen tartjátok a földeket, szépen megy a gyűjtögetés. Fixen bitcoint bányászunk, miközben a játék megy? Igen. Mindenki a chatről éppen bányásza a coint. A cointokat. Nem lehet rábökni az épületre. Jó. Most azt mondja, hogy autoklikert használsz. Igen. Igen. Nem fogok én klikkelgetni. Aha, sárga kereket kéne nyomni. Szerintem elegen vagytok a biofuelnél, aha. Nézzük csak amúgy, nem lehetne már új? Nem, még nem, de majd amúgy már lehet lassan. Így van, aki szeretne csatlakozni, felkiáltja el join, és a kitűzött üzenetnél meg tudjátok nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen parancsok vannak. Sajnos a legtöbb parancs még nem elérhető, mert még nem tartunk ott a progressben. Amúgy az van, hogy... igazatok van, hogy nem fogunk tudni sonet shopot csinálni, mert nincs hely hova építeni. True, tehát hogy ez true. Greens már be is foglalta az építést, de hát az még sokára lesz. Ó, most nézem, hogy 20-an vagyunk újra. Nagyon, nagyon jól végzitek itt a munkát. Az a helyzet. Na nézzük, hogy állunk. Még kell saláta. Hat ezer meg lesz, tudunk
bővülni. Biofuelt hogy váltja? Hát úgy van, hogy azon múlik a dolog, nézd csak, ott írja, hogy vörös hagyma 5 biofuelt ér, saláta 4, kukorica 4, és zeller 3. Szóval minél értékesebb egy termény, annál többet ér. De sajnos nem tudom megmondani, hogy mit tegyetek be a biofuelosba. Ezért még bekerül retek is ott a jobb oldaliba, ugye, és 3 növény kombinációja adja meg a biofuelnak az értékét, és sajnos még mindig belerakják a retket. Ezért próbálok itt igyekezni, hogy újak legyenek elültetve. Meg ugye, ha most mondjuk felszedtek egy hagymát, akkor azért is kapok pénzt. Ilyen sokan alszanak? Hát igen, mert olyan munkát választottak ki, amit nem kell csinálni. Köszi, jó van. Na, ültetünk akkor még egyet. Oda is. Mi az a kis rák? Az a robot, ami gyűjtöget, ami harvestel. Bizony, megy itt a melózás is ezerrel. Na nézzük, tudunk-e már valami újat? Nem. Még mindig kell a saláta. De a salátát 6-szor lehet leszedni. Ültessünk még egy kis salátát. Ültettünk még egy kicsit. Bekapcsolódnék, de melózom, nem tudok figyelni, csak hallgatom, meg néha rápillantok. Noksa. Oda is ültetünk. Hopp, meg ahogy látom, oda is lehet. Hát ez a 6000 pénz olyan nagyon-nagyon na ott csináltatok 10 biofuelt, az egy nagyon jó kombó volt. Amit Zolika, Horizon Walker és Liliana hoz, az is amúgy egy jó kombó lesz ott. Amúgy nagyjából már 3000 pénzünk van, hogyha átváltanám az összes biofuelt. Egy biofuel 5-öt ér, ha minden igaz.
Hát, ha nem írtok a chatre 15 percen keresztül, akkor inaktívvá váltok és kivesztiteket a játékból. Így van, ez bármilyen chat aktivitás, igen, igen. Amúgy igen, a voter parancsal nem lehet mellélőni, mert a locsolás az mindig kell. Tehát amíg megnő egy répa, mondjuk azt meg kell locsolni ötször, hogy legyen belőle valami. Na lesz-e már új növény? Hopp! Tessék, új növény. Új növény. Karfiol, ugye? Ez a karfiol. Huszonhárman nyomjátok itt a farmat, köszi mindenkinek amúgy, aki csatlakozott. Hogy egy kicsit gyorsabban haladunk. Nézzük amúgy, hogy milyen a karfiol. 7-szer, egyszer elültetjük, akkor 7-szer fog majd teremni. 5-5 ér, 7-szer kell locsolni, és 6 ér adjuk el, meg 5 perc, amíg megnő. Gondolom én, ez azt jelenti. A legjobb az volna, ha mondanám, hogy milyen parancsot írjatok, és akkor szuper effektívek lennétek. Hát most igazából, ahogy látom, bőven elegen locsoltok. Elegen végzitek a biofuelozást is amúgy. Gyűjtögetni is nem nagyon látom, hogy... Tehát, hogy most így pont optimális minden. Ez a játék zenéje. De a locsolásból kell a legtöbb, nyilván. Na, átalakítjuk közben, srácok, az összes biofuelunkat, jó? Mondjuk többet. 6000 pénz kell, ugye? Hopp, meg is vagyunk? Nice. Na, hát akkor bővülünk, jó? Ehhez kell a build, vajon? Most eltűnt a pénz. Aha, ment rusty. Nem tudom, hogy tud... Aha, lehet, hogy tudtok a build-el segíteni, ugye eltakarítani ott a dolgokat. Nem tudom, ez majd mindjárt kiderül. Ahogy látom, nem, ezt Rusty egyedül csinálja. Hihetetlen amúgy, hogy benyúltam. Szeva moga. Na, ez egy neked való játék, ha már a Gnorpa apologuét kimaxoltad, meg a... Mi volt a másik játék, ami hasonló? Az a halas akvárium, a csirkvárium. Ha a csirkváriumot meg a gnorpapologét már kimaxoltátok, srácok, akkor itt egy újabb játék, amivel ismét el lehet tölteni időket. Igen, eltűntök egy idő után. Nyilván most
Nekem más a helyzet, mert hogy itt vagytok a cseten, és a robotok helyett elvégzitek a munkát. Így egy kicsit jobban haladunk, de ez az a játék, ez amúgy az a játék, ami így ott van a képernyőd alján, és így történnek a dolgok. Csak a Gnorpot? Ah, ja, az rohadt jó game volt. Nem, ez nem munkakerülő game, hát figyelj, tehát az, hogy most ott megy a képernyőd alján a játék, ahol automatán történnek a dolgok, és néha rányomsz egy-kettőt, az most így nem olyan, hogy most ez elvenni a figyelmedet a munkáról. Hopp! Jött valami achievement, de nem látjuk, mert nem poppol fel. Aha, 1500 pénz. 1500 pénz. Hogy állunk amúgy a következővel? A következő, az kell még saláta. Hopp, na hát ez nagyon jó. Srácok. Be is húzzuk itt közben. De majd kell nekünk egy kút. Jelesz kutunk. 11. Akkor mondjuk ide jön a kút. Ja. Csak egy ember tud építeni, és már Greens már benyúlta szerintem egy két órája az építést. Hát ugye azt mondták azok a játékosok, akik ezt kipróbálták, hogy ez az az idol játék, ami mellett még egy idol játékot tudsz játszani. Fertilize az nem működik, srácok, mert még nem tartunk ott a játékban. Nem tudtok kakát begyűjteni, nem tudtok etetni, és nem tudtok bogyókat születelni, mert még nem tartunk ott. Na, viszont ahol már tartunk, hogy még egy ilyet csinál, vagy ne csináljunk? Jó, nem csinálunk, mert akkor annál hamarabb tudjuk megcsinálni a Sonnet Shopot. Hát az állatok az szerintem esélytelen, hogy így meglegyen ebbe a streambe, de rajta vagyunk a legnagyobb profitokon. Ott kandikál Geralt a háttérben. Na, tök jó, ott már balról hozzánk a vizet, nem középről. A locsoláshoz. Ó, 12 biofuelt termeltetek, az komoly. Na, mi ez az achievement? 1000 biofuel összejött.
Na, hogy áll a másik? Akkor mostantól ez a game megy alul, és fent pedig mehet közben a WoW. Lehetne ilyeneket csinálni, igen. Mindjárt meg lesz a saláta. Szia, Reha! Üdv mindenkinek, skacok! Aki szeretne csatlakozni itt a farmra, felkiáltál Joinnak, kitűzött üzenetbe pedig ott vannak a parancsok, amiket lehet csinálni. Felkiáltójel plantel ültetni, de azt amúgy még nem kell, de hogyha akarjátok, amúgy azt is lehet. Felkiáltójel waterrel locsolni, ez a leghasznosabb dolog, amit csinálhatok a felkiáltójel biofuellal, ugye. Itt intézitek, hogy a begyűjtött növényeket átalakítsátok biofuellá, amit ugye át tudok alakítani pénzé, vagy éppen hogyha kell az épülethez, akkor a biofuelt is használunk. Felkiáltójel build-el lehet építeni, de egy épületet csak egy ember tud építeni, szóval arra, ahogy látom, én már vannak dedikált emberek. És hát lesz majd később pick, amikor majd bogyót tudtok szüretelni, felkiáltójel feed, amikor majd állatot tudtok etetni, felkiáltójel collect, vagy felkiáltójel poop, amikor az állatok a kaksiát gyűjtitek be, és ugye azzal lehet majd trágyázni, tehát akkor jön majd a felkiáltójel fertilize parancs is. De hát igen, ott még nem tartunk. De meg le lehet ülni a padokra a felkiáltójel bench, vagy a felkiáltójel sit-tel. Bubz, még ott se tartunk, Na nézzük, lehet-e már... Oho! Burgonya! Itt jóka! Hogy lehet még mondani a krumplit? Sith vagy Jedi? Kolompér krumpli, igen. Hopp, hopp, ott is lehet két helyre. Már pörög is a krumpli pedig olyan, hogy kétszer nő, hatot ér a biofuelosnál, 7 pénzt kapunk érte, 5 perc még megnő, és 5-ször kell locsolni. Na de vajon titeket hányszor kell? Krunyó? Na, azt még nem hallottam, de tudom, hogy a krumplinak sokféle megnevezése van. A krunyó az most így új. Mindjárt lesz elég pénzünk, hogy megcsináljuk a következő épületet. Na, már csak 100 pénz. Gold parancs nincsen, csak a feliratkozóknak, csak ők tudnak aranyok lenni, így csinálta meg a fejlesztő. Na, még egy kicsit kattintgatunk. Na, srácok, jön a Sonnet shopja. Járt is érte a achievement, ahogy hallom. Igen. A játékosok 64%-ának ez amúgy megvan. Ja, hogy nincs pénzünk... értem. Nincs pénzünk krumplit ültetni. Hát vannak olyan hangok, amik be tudnak vésődni.
Azt nézem, hogy most per pillanat senki nem ültet, de Dimmuni talán már ő kinézte magának. Valaki már biztos oda tart az építés felé, azért nem tudtak építeni. Valaki már biztos azt csinálja. Nem tudom amúgy. Hopp, 12 biofuel-t csináltatok, azért már rendesen jön a biofuel. Ahhoz, hogy parancsokat tudjatok végrehajtani, mármint a bármit is a játékban, ahhoz először a felkértelt joint kell használni. És akkor ott a kitűzött üzeneteknél ott egy parancslista, ott meg lehet válogatni. Nem tudom, miért nem történik meg most az építés egyébként. Nem tudom. Ötletem sincs. Egy idő után eltűntök, hogyha 15 percen keresztül nem írtok a chatre. Semmit. Hoppáram, beírtátok a buildet, de nem vágom. Ötletem sincs, hogy már nem történik meg az építés. Lehet, hogy itt a priorizálás miatt. Tessék, akkor fölülre rakom a buildet. Nem tudom, hogy melyik a HIQ-nak vagy a Rusty-nak kell. Lehet, hogy ti is úgymond priorizálva vagytok. És azért nem történik. Fertilize nincsen. Fertilize akkor lesz majd. Meg, tehát, hogy jelenleg a parancsok, amik élnek. Felkeltel join, felkeltel leaf, felkeltel plant, felkeltel water, harvest, biofuel, build, és a bench vagy a seed, illetve a színek. Nem tudom, most nem vágom, hogy ti miért nem tudtatok építeni, megnézem itt, hogy bár jöttetek be ujján, szóval, hogy így. Szevasznék, man, köszi, hogy itt voltál. Na, arra még kíváncsi vagyok, tehát az biztos most megcsináljuk, hogy megnézzük, hogy mit tud ez az új épület, ez a Sonnet Shop, azt írja, hogy dekorációkat árul, és akkor ezek a dekorációk pedig ugye itt vannak. Itt én meg ki tudom jelölni, hogy hova mit ültessenek, gondolom én. Vagy éppen mit ültessetek. Kövihez még kell kukorica. Hihetetlen, hogy a káposzta még mindig. Ott is ott pörög a káposzta, meg ott bal oldalt is. Fogjon már el a káposztát, hihetetlen. Valaki sunyiba itt ültetgeti a káposztákat. Tuti. Tuti. Amúgy. Na tessék, azt nézzétek. Fish ott nagyba szerel.
elkáposztáltalanítottátok. Ha te mondod, Szemez, én elhiszem. Nagyon jól csináltok amúgy mindent, tehát hogy így mondanom se kell, hogy mi az, ami még így kéne. Azt hol lehet látni, hogy mennyien vannak? Ott. 21/50. Opa. Na, azt figyeljétek. Krumpli, burgonya, kronyó vagy mi a manó. Oda elültettünk most egy csomót. Következő parcella 1800-ba kerül. A parcellára jut eszembe. Örököltem tavaly valami nagy teleknek az 1/64-ét, vagy nem tudom mekkora részét, lehet, hogy egy 1/128-át, és hát az valami 50-60 négyzetméter föld. Valahol az Alföldön. Az nagyobb, mint a... Az nagyobb terület, mint a lakás. Mint a lakásom. Az, amit lehet csinálni. Ahhoz a gyakorlatilag csak el lehet adni a részemet, gondolom én. Arany koronába határoztam, az nem tudom, micsoda a Szemez. Rá kell húzni egy viskót. Az helyzet az nagyon a semmi közepén van, fish. Kiárhatok rá, az a gond, hogy messze van, tehát ott van mamámék közelében, így mi az Baja és Szeged között. Oda lejárni, kocsival 2 óra, vonattal nagyjából 3. Majd ha autópályát akarnak oda építeni, akkor eladod 100-szoros áron. Na, amúgy igen. Na hát akkor már vásárolom is fel a környező földeket, és akkor hát ha összejön. Arany korona az föld minősítési értékszám. Ezt nem vágom, Szemez, az ágyon. Kiteszel pár gyümölcsfát, és ha mész látogatni, akkor útba ejted. Amúgy ez nem hülyeség. Az már csak meg kell tudni, hogy annak a teleknek az 1/64-e, vagy az 1/128-oda, az melyik része az enyém? Hát ez szerintem úgy van, hogy
vagy a papám, vagy a dédpapámnak volt valami földje, ami így az örökösök alapján így feldarabolódott. Hát, hogy ez biztos, hogy amúgy így van. Jó sokáig tart ennek a Sonnet Shopnak a megépítése. Nagyjából már ültetni se tudok. Már egy ideje csak beszélek. Hopp! Na. Most nagyon lelassultunk. Hát jó, azt mondja, hogy lekerekíteni se éri meg max körbe pisilni. Mivel osztatlan közös tulajdon, így vagy megegyezés alapján felosztjátok annyi részre, vagy megállapodsz a többiekkel, hogy mekkorát műveletsz. Aha. Valahonnan azt meg kell majd tudnom, hogy amúgy kik még az örökösök, azt valahonnan le lehet kérni. Mert van ilyen száma. Van ilyen száma egyébként, valami telekszám, nem tudom mi amúgy a neve. És akkor azt gondolom valahol le lehet kérni, hogy kik a tulajdonosok. A srácok dolgoznak közben, mert már HDS 2? Földhivatalba tuti megmondják, aha. Akkor jó. A tulajdonod a beleszólási arányod jelenti a telekben. Az a helyzet, hogy szerintem elég sok tulajdonosa van ennek a teleknek. Mert még senki nem jelentkezett, hogy szia, én megvenném a részed, vagy valami ilyesmi. Helyrajzi száma, ha? Valószínűleg az lesz amúgy. Na mindjárt lesz shopunk, srácok. Nagyon tetszik egyébként, hogy Geráltot kukucskál. 20 ezeret. Hát amúgy valószínűleg nem sokat. Na, másodpercek kérdése, srácok. Addig ide lapozok. Első oda ingyenes, ha mondasz helyrajzi számot és települést megnézhetem. Majd intézem, srácok. Köszi szépen az infókat. Na, azt nézzétek. Ha én most azt odarakom, hogy potétó, oda néz. Amúgy ez mennyire epik. Oda meg az, hogy karfiolos. Oda meg az, hogy hagyma. Akkor megy. És akkor most már mehetnek a plant parancsok is egyébként. Mert most már jót fogtok ültetni. Tehát most már rossz dolgokat nem fogtok ültetni. Na, megy mindenhova az. Annyit azért még megnézünk, hogy kell még kukorica is, igen. Sajnos még kell kukorica. Oda azt hiszem a vizét raktuk. Potátóst. Na és akkor most már ti is tudtok amúgy ültetni, úgyhogy nem ültettek búzát feleslegesen. Hát, hogy ezek itt micsodák, ezt így nem vágom. Ez valami járda lenne? Bokor? Ott amúgy van bokor. Gomba. Ja, hát ezek ilyen díszek. Na, és akkor mi a kövi? Pinion will help you. Aha, tehát pinion segít nekünk. Forbik pedig biofuel gyűjt.
Aha. Tehát ő kaptáras. Echo segít upgrade-elni a robotokat. Fosszíliák. Na jó, és akkor mikor lesz állat? Igen, a forbik kell ahhoz, hogy lehessenek beribus, illetve lehessenek méhek. Slate's Barn. Na, Slate. Aha, tehát 10 000 pénz kell ahhoz, meg 3 000 biofuel, hogy így ez így működhessem. Aha. És akkor lehetnének állatok. Amúgy ez menő. Na, és csak mondom, hogy amúgy ezeket az ültetéseket már ti csináltátok. Úgyhogy büszkék lehettek magatokra. Nézzük csak, az osztatlan közös tereknél amúgy nem is olyan egyszerű ezeket felvásárolgatni, mert a többi tulajdonos engedélye is kell hozzá, szóval a 65, akkor 63-nak is bele kell egyezni az átadás átvételbe. Micsoda, komolyan? Fú, hát ez... Ez gyakorlatilag akkor csak egy púpa háton. Tehát egy ennyire felosztott telek, ez gyakorlatilag csak púpa háton. Én nem tudom. Ez nem hangzik jól. Ez nem hangzik jól. Mondjuk azt hiszem ez az ingatlanoknál is így van. Hogyha el akarod adni a részed. Jól látod, az osztatlan közös egy emberiség ellen elleni büntet. Hát főleg egy ennyire elosztott, tehát... Én úgy tudom, hogy már apum se foglalkozott amúgy ezzel a telekkel, sose csak volt, mert megörökölte. Na de majd egyszer megnézem, lehet, hogy majd megnézem nyáron, hogy amúgy mégis mi ez a hely. Mert amúgy kettő is van, tehát két telek is van. Az egyiken 50 vagy 60 négyzetméter, valami ilyesmi, a másikon meg csak 30. Na, hogy állunk amúgy ezzel? Hát még egy csomó krumpli kell. Egy csomó krumpli kell, viszont egy csomó krumpli jönni fog. Nem úgy volt, hogy meg akarták szüntetni pár éve az osztottat. Én nem vágom. Én nem vágom ezt. Én csak belecsöppentem ebbe. Közben nézem, hogy mit lehet itt megklikkelni. Hát az épületet meg lehet klikkelni. Jó. Jó. Sajnos sokat szívtunk ilyen miatt, például a tiéd arra a területre. Ki kellene gazmentesíteni, aztán van, hogy kisajátítja valaki és használatba veszi a telked, akkor a telekhatárok is eléggé képlékenyek. Létezik a szokások és egy csomó hülyeség. Jézus. Lehet, hogy akkor már oda valaki felhúzott valamit. Na jó, hát amúgy így most következő dolog, amit lehetne csinálni, az a Pinions House. Ő is segít nekünk. Jó, várjál csak. Gather Farm Statistic. Na, ez amúgy... 150. Építünk még egy utolsót, jó? Szuper utolsó építés. Farm statisztikát fogunk kapni. Az utolsó épületet most felhúzzuk, jó? Szerintem Rusty már amúgy megy építeni.
Nem lehet az utolsó, én még nem locsoltam eleget. Hát ez lesz az utolsó pedig. Persze, hogy még lehet egy osztatlan közös jól rendezett, mi kifogtuk az ellenkezőjét, aha. Nem mondom, majd megnézem, meg így megpróbálom majd felvenni a kapcsolatot a legalább egy valakivel, hogy így nagyjából képbe legyek, hogy amúgy mizó is. Örököltem értékpapírokat is, és volt magyar állampapír is, és kevesebbet ér, mint amikor belett fektetve 3 éve. Hello, egész jó a csatorna, lehet, hogy be is követem. Jó a HDMI switch, kösz az ajánlás, pöszre indul, nem kellett vele szórakozni. Na, örülök tanár úr, hogy bevált. Nekem ami kicsit idegesítő ezzel kapcsolatban, még nem néztem meg, nem néztem utána semmit se, hogy ha mondjuk bekapcsolom a switchet, akkor átvált rá automatikusan. Tehát, hogy így, most így bekapcsoltam a switchet, és így tessék switch. Mármint a HDMI, mármint a mi az switchet, a Nintendo Switch-et. De amúgy nagyon szeretem. Hát az helyzet, nem nagyon nem vagyok benne az értékpapírokban, hogy így most mi, hogy, merre, hány méter. De például, amit láttam, így a számokat, nem tudom, hogy így az inflációt mennyire követik ezek a dolgok, vagy hogy így gondolom, így ezek úgy vannak azért nagyjából megtervezve, gondolom. Például az OTP ingatlan papírba is volt, és az lényegesen több. Viszont az állampapírnak az értéke csak csökkent ennyi idő alatt. De tényleg amúgy, tehát hogy ezekhez totál nem értek. Ja, ezek a konstrukciók, ezek változnak, Szemenz. Végre hivatalos, hogy március végéig legkésőbb bejelentik a Switch utódját, aztán ki tudja, mikor jön ki. Na, hát legalább már azt lehet tudni, hogy márciusig bejelentik. Igen, amúgy Fish jól látja, majd még ott kell ültetni pár blokkra. 1, 2, 3, 4 blokkra. Hát gondolom jövő márci 5 blokkra. Bocsánat, nem is építeni, hanem plantálni. Az építéssel azzal ugye megvagyunk. Hát ja, nem halad Rusty, nagyon lassú. Ez nagyon király, ez nagyon tetszik, hogy így be tudod táblázni, hogy mit hova, és akkor olyan szép lesz. Olyan szép lesz az egész. Tényleg, tehát ezt még itt megvárjuk. Hát nem engedem, hogy Anaria legyen, tehát az amúgy nagyon idegesítő volt, amikor ott még ültettétek a retket. Szerintem igen, tehát sejtettem, tehát nézzétek meg a káposztát még mindig viszik a biofuelba. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy most ez a ház majd mit fog így segíteni. Azt írja, hogy Gather Farm Statistic. És ez mi? Pinion House. Na itt lesznek valahogy valami számok.
Aki akar csatlakozni még így tud a végére, a felkiáltó el join parancsal, és a kitűzött üzenetbe pedig ott vannak, hogy milyen lehetőségek vannak. Kérje, hogy te vagy a hónap dolga. Lehet amúgy, lehet, hogy fog majd ilyen adatokat is írni. Amúgy, ha szeretnétek tőlem, aztán ez mehet majd szünetekbe. Viszont a mai szünetben még nem fog menni, mert ahhoz majd fel kell rakjam a streamer gépre is, hogy onnan menjen ez a game. Más game közben nem hiszem, hogy ez menni fog. Viszont a kutyusok helyett mehet majd egy ideig, ameddig mondjuk itt foglalkoztok a farmal, addig mondjuk mehet. Szegény kutyusok. Ja, konkrétan összeszeditek nekem az achievementeket, igen. Hát az, hogy most már az ültetéssel sem kell foglalkozzak, az amúgy nagyon, nagyon kényelmes. Szeva, Roli. És ha én beírom, hogy join, én is ott lehetek vajon, szerintetek? Join. Ott vagyok. Na, hát tessék. Hát én is ott lehetek. Hát ez hihetetlen. Főcímek holnap a hírportálokon. Néző dolgoztatja a streamer. Hát én is ott vagyok bent. Na vajon mit fog csinálni, hogyha nem mondok neki semmit? Ültet? Nem. Sétál. Most kell dolgozni, megjött a főnök. Hopp, na tessék, locsolok. Amúgy nem is kell beírni semmit, mert a... Tehát, hogy így... Nézzétek meg, én csak beírtam, hogy join, azt ott megy a locsolás. Amúgy valaki még akart építeni, úgyhogy ezt gyorsan megcsináljuk. Tessék. Mi történik itt? Farm kezelés. Ja, hogy így... Na tessék, itt a vége. 42 000-ért lehet megvenni az utolsót, itt bal oldalt. Jobb oldalt pedig szintén 42 000-ért. Aztán lehet, hogy majd utána lehet még távolabb menni. Micsoda? Közepesen ismert streamer répáját gondozták egész nap. Nézd meg, is valaki behúzta előletek az építést. Hogy is hívják? A haiku. Ja tényleg azért húzta be, mert itt a prioritásnál az az első. Jól lejjebb vesszük. De nem értem, hogy múltkor miért nem építette közületek senki se a izét. Azt ott, ahol... Vagy azt a shopot. Na, hogy állunk a répával? Vagy mi az? Kukoricával. Kukoricából még kell 14. Jobb ágyokát tartok a pincémbe. Na, srácok,
24 ezer gold, 18 ezer biofuel, és ott van, hogy 145 biofuel-t csinálunk, csináltunk az elmúlt 5 percben, 6-ot használunk el, ott van, hogy 6000-szer locsoltunk, 1500-szor harvesteltünk, 4 botunk van, jelenleg 1500, ja, 153 van elültetve, ha jól látom, jól értem. Vannak itt, mi ez? Butterfly, pillangók is. Bullblet az nem tudom mi lehet, de hogy butterfly meg bullblet is van. Állatok nincsenek, állat kaki gyűjtés nincsen, és fosziliát se találtunk még, de 2 órát raktunk a játékba, és ott van, hogy 71 potétó van amúgy erőltetve. Mikor fogom ezt újra játszani? Nem tudom. De amúgy menő lenne amúgy eljutni, csak az a gond, hogy valószínűleg ezt úgy kéne, hogy ezért így nyomjátok szünetbe, és hogyha mondjuk eljuttunk egy új pontig, hogy most már lehetne építeni ilyet, akkor valószínűleg azután lenne érdemes elővenni. Már most így előveszem legközelebb, azt így na srácok, mehet az ültetgetés, locsolás. Amúgy kb. Dumálni tudok közben. Már hogy így progressz a játékban nem nagyon történik. Most már olyan látványosan. Jól van. Megnéztük. Kipróbáltuk. Jó páran csatlakoztatok. Köszi szépen amúgy mindenkinek. Köszi, aki csatlakozott itt a farmhoz. Ez lett volna a Rusty's Retirement. Köszönöm szépen a lehetőséget a kiadónak, hogy ezt megmutathattam nektek. Egy újabb Idle Game, ami futtatható a képernyőtök alján. Akár még így is. És így megy minden automatikusan. Nálam most egy kicsit más a helyzet, mert ti is végeztétek itt a munkát. Főleg ti végeztétek a munkát. De amúgy ez így szólóban meg olyan lenne, hogy a botok csinálják. Szépen nézem, hogy igen, ez az, amit kerestem. Oda tettünk egy olyat. Úgyhogy, srácok, remélem, hogy élveztétek. Gondoltam, hogy titeket is bevonlak már ebbe, még akkor is, hogyha nem szeretek parancs spamet látni a cseten. Azért ez mégis egyfajta közösségi élmény volt. Köszi mindenkinek, aki csatlakozott, vagy aki így részt vett ebbe az egészben.